Sziasztok! Ezúttal sikerült eljutnunk nagy bevásárlásra. Mutatom, Penny és a Lidl-ben voltunk egyelőre vásárolni, úgyhogy kezdem a hűtött tárolóval, hogy minél előbb el tudjuk pakolni. Kezdem itt az elején. Vettem egy 700 g-os trapista. Ugye ez a Penny-nek a saját márkás sajtja. Amit annyira nem szeretek, viszont ha lereszelem, akkor jó. Tehát pizzához, meleg szendvicshez, akár rakott krumplihoz, bármihez, amit reszelek, akkor úgy meg ehető. Amúgy szerintem annyira nem finom. De ez volt jó áron, úgyhogy ezt vásároltam. Aztán ugye a gyerekek nagyon szeretik a krémtorót, és a Penny-nek ugye ez a saját márkás terméke, ez a kekszes krémtoró nagyon finom, úgyhogy ebből vettünk 8 darabot, de ebből már meg is ettek a picik. Aztán próbálom így félretenni, aztán egy ilyen majorannás sertés májas, ez nagyon, de nagyon finom. Ezt így reggelire vagy uzsira. Aztán van itt egy ilyen füstölt trapista. A férjem nagyon szereti a füstölt trapistát, illetve a gyerekek is nagyon szeretik a sajtnak minden változatát. Nem ettünk még ilyen füstölt trapistát a Pennyből, inkább a Spárból. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Füstölt karaj, nagyon jó árban volt a füstölt karaj. Úgyhogy ebből vettünk 4 darabot, 4 darabot hoztam ebből a füstölt karajból, nagyon jó áron volt. Aztán, amit még itt látunk, az egy körözött, 1 darabot hoztam, ezt is így reggeléhez. Aztán mi nagyon szeretjük az ilyen nagy vödrös joghurtokat, mindenhez is. És hoztam egy ilyen sárga barackosat. Sárga barackosat még nem nagyon ettünk, egy natúr joghurtot, ugye ezeket műzlihez is szeretjük, reggelihez csak úgy, vagy esetleg valamilyen süti mellé, mindenhogyan is szeretjük. Aztán ugye a kislányom nagy kedvence a natúr sajt, ebből hoztam 3-at is, hogy legyen most itthon. Illetve most ezt a vajat fogom kipróbálni, vagyis hogy hát nem kipróbálni, mert már ilyet ettünk, csak mintha megváltozott volna a csomagolása. Aztán itt van még egy epres vödrös, 800 g-os, ez is most akciós volt, és nagyon jó áron volt. Aztán van itt ilyen lapkasajt, ezt is nagyon szeretjük, illetve hoztam egy gaudát, a férjem kedvence. És a héten szeretnék csinálni túrós tisztát. Túrót hoztam, 450 g-os, és hoztam hozzá békönt, kockázott békönt. Ezt a nagyobbat szoktam venni, mert ugye hát nyilván nem csak a túrós csúszához, hanem én például nagyon szeretem úgy a rántottát, hogy ezzel, alsó tudom, amikor dolgoztam az étteremben, akkor a vadászok előszeretettel kérték reggelire a békönös rántottát, és ott nagyon megszerettem, úgyhogy nagyon szeretem, és azért is hoztam belőle egy ilyen nagyobbat, hogy rántottához is. Aztán innen már, jön még itt ez a kakaó, ez például még penis. Egyet hoztam csak, mert drága volt. Aztán szintén ilyen kekszes krémtúró. Ez a Lidl-ben volt, nagyon olcsó volt. Csak az a baj, hogy a gyerekeim ezt a fajta kekszes krémtúrót nem nagyon eszik, és ugye ez nem is kekszes, hanem bocsánat, ez vaníliás. És sajnos nem eszik, de hoztam 2-t, hogy akkor majd mi megesszük. Illetve hoztam szalámit. Ezt a piknik szalámit, piknik szalámi, ami 2 darabot. Na még ez is penis, ez a mézes tejszett. Na ez a kisfiamnak a legnagyobb kedvence, úgyhogy ebből hoztam 8 darabot, 4 darab, még 3 darab a hűtőben van. Aztán
jött még egy pulyka párizsi, na ilyet én még nem ettem, ami elvégben pritamin paprikás, nagyon kíváncsi leszek rá, ugye ez a Lidl-ből van már, és ebből hoztam, azt mondja, hogy 2 darab pritamin paprikásat, és 1 ömlesztett sajtosat. Aztán hoztam egy ilyen mini kis májast. Ezt sógornőmnél láttam a múltkor, és azt mondta, hogy nagyon finom ez a mini sertésmájas, úgyhogy kipróbáljuk. Na és aztán még, amit a keresztanyukája talált, ilyen, ez chili paprikás, most látom. Na, Simike kedvence, és a keresztanyja nagyon szereti, és mindig veszi neki ezt a kis kolbászt, illetve az egész család nagyon szereti, az öcsém is, de sajnos ez a csilis, mind a kettő. Most látom, hogy a csiliset vettem el. Nem, ez már nem a csilis. Ez baromfi és sertéshúsból. Na, akkor így legalább jó jártam, mert akkor egy lett a férjemnek, ami csilis is. Nem direkt volt, nem szándékos volt, de így alakult. Aztán paradicsom. Hát én ezt a tojás paradicsomot, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy ha megláttam a Lidl-ben, nagyon, de nagyon örültem neki. Először hoztam ezt a pici kis koktél paradicsomot, ez is tök jó áron volt, de aztán megláttam ezt a tojás paradicsomot, na mondom, ez is jó haza, ez zsíros kenyérrel. Nem tudom, mennyire szeretetek a zsíros kenyeret, de én oda vagyok a zsíros kenyeri paradicsommal, illetve savanyú káposztával, nagyon szeretem, szívesen elcsemegézem, illetve hát új hagyma, hát gyönyörű volt, nézzétek milyen szép, úgyhogy ez is bekerült így a kosárba, na de ezeket gyorsan pakolom, és akkor folytatom hamarosan, mert elég nagy bevásárlás, úgyhogy legyen még türelmetek. Folytatnám a sort a fagyasztott dolgokkal, és ezeket szeretném elpakolni minél előbb. Na de kezdem. Van itt egy ilyenünk, hogy fagylakoma, csirkemáj, rántott csirkemáj. Még nem ettem ilyet, főleg nem fagyasztott csirkemájat, mindig úgy szoktuk készíteni, viszont nagyon nem szeretek a csirkemájjal bajlódni, úgyhogy ezt vettük meg, és nagyon jó áron volt, azt hiszem, hogy ilyen 700 körül, 7 és 900 körül, valahogy így, az a baj, hogy a blokk a férjemnél maradt, úgyhogy nem tudnám megmondani, de nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Én nagyon, de nagyon szeretek a csirkemájat. Ez elviekben 3-4 percet ír sütőbe, olajban, úgyhogy meg fogom nézni, vagy pedig kipróbáljuk az airfryerben. Úgyhogy ebből 2 is vettem, főleg, hogyha finom, én nagyon oda vagyok a csirkemájé, sült krumplival, krumplipürével, mindenhogyan is. Aztán 2 darab gesztenyepürét vettem, illetve 2 darab ilyen vajat, ezt a penis vajat. Vettem sütéshez sütibe, vagy csak, hogy legyen itthon. Illetve amit még vettem, 2 darab ilyen Rio jégkrémet. Úgy gondoltuk, hogy megesszük hazafele, de aztán esett az eső, és így nem. Majd később. Aztán, amit még itt láttuk, egy ilyen hektörs. Szeretnék valamelyik nap hekket sütni. A gyerekek is nagyon szeretik, én is, és a férjem is nagyon szereti. Úgyhogy ki akarom próbálni airfryerben, milyen a hek, illetve hát megcsinálom rendesen olajban is. Aztán igazából nem olyan szoktunk ilyen fagyos dolgokat venni, viszont ezeket a csirkefalatkákat, ha esetleg elcsúszok, vagy tényleg hazajövünk valahonnan, és nagyon kell az étel, akkor ezeket elő szoktam venni, és én ezt nagyon szeretem. Nagyon gyorsan megvan, ez is ilyen 3-4 perc alatt megvan olajban, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy ez tényleg ilyen végszükség esetén. A hal meg mindenképp kellett, egyébként nagyon jó áron volt, 1800 forint volt a hektörzs, és tényleg nagyon finom ez. Aztán ilyen vab,
ez ilyen kész csirkehús. Vettem is hozzá tortillát, úgyhogy ezt le fogom fogyasztani. Ez is akkor, hogyha esetleg jövünk haza anyuéktól vagy bárhonnan, és nem tudok hirtelen mit elővenni a konyhából, akkor ezt szépen ahhoz fogjuk, és valamelyik nap, vagy pedig valamelyik este vacsorára elkészítem. Illetve van még itt hamburger pogácsa, ezt múltkor a Lidl-be vettük, és képzeljétek, nagyon bejött, úgyhogy nagyon finom. Úgyhogy ebből vettünk kettőt, illetve csirkeforhátat vettem még a penébe, levesbe, mert húsleves szeretnék csinálni, és ezt ilyen 2-3 adagba el szoktam felezni. Egyébként 400 forint volt csak a penében a csirkeforhát. Úgyhogy ennyi a fogyasztott ára, és akkor folytatom tovább. Na hát akkor kezdeném itt a sort, ugye ez nagy része pené. Mindaz, amit itt láttok, és még egy pár darab lidlös van. Na de akkor kezdem. Először is vettünk egy ilyen tortillát, ebben 6 darab van, és ezt nagyon szeretjük. Ugye megláttam a húst, az elkészített húst, na akkor gondoltam, hogy akkor ebből mindenképp veszek, és akkor egy zacskó ilyet vettem. Szokásosan a gyerekeknek kiflit, reggelire vagy vacsorára 6 darabot. Aztán nagyon, de nagyon szeretjük az ilyen kalácsokat, az ilyen lavinát, vagy a panott kalácsot, kakaósba, vagy simába. Ugye ezeket mi joghurttal nagyon, de nagyon szeretjük, vagy pedig a simán vajjal. Ezeket a gyerekeknek 10 óraira, illetve 3 órakor felkelnek, vagy csak hogyha úgy szeretnének eszegetni, akkor én ezeket nagyon-nagyon-nagyon szeretem neki adni. Aztán ugye a hamburger, is hoz hamburger zsömle. Előbb voltunk a Penny-ben, és utána a Lidl-be, de ez nagyon jó áron van, szerintem sokkal jobb áron van a Penny-ben, mint a Lidl-be. Aztán mi nagyon szeretjük ezeket a mini bucikat, ezeket ugye a Penny-ben lehet kapni, ezeket beteszed 8 percre a sütőbe, és akkor friss kis zsömlécskét kapol, ilyen kis bucit, viszont szeretem úgy is csinálni, hogy meleg szendvicsnek, ketté vágom, megkenem, kukorica felvágott és sajttal, és nagyon jó vacsorára, vagy akár reggelire, és ebből szoktam hozni 2-t általában, ez egy darabig elég. Lepakolok egy picit, hogy odaférjünk a dobozhoz. Hát képzeljétek, hogy volt ilyen kis doboz, amiből már kifagyott az áró, de én úgy szeretek ilyeneket elhozni, mert csak belepakolsz egy csomó mindent, fölteszed a kasszára, meg beteszed a kocsiba, és már meg is vagy. Úgyhogy ebbe hoztam jó pár dolgot, amit most mutatok is nektek. Kezdem itt rögtön ezzel. 2 darab ilyen paradicsomos hal konzerv. Én szeretem, a férjem szereti, a gyerekek még ízlelgetik. Egyébként nagyon jó íze van. Én szeretem, néha így rám jön, és akkor jó, ha van itthon. Szeretem a Penny-nek ezt a saját márkás leves kockáját. Teljesen jó. Olyan, mint a Maggi, csak olcsóbb. Van egy szárított fokhagymám, fűszerekből van itt petrezselyem, aprított levél, aztán levesgyöngy, Sárikának a nagy kedvence. Ezt úgy kell tőle eldugdosni, mert még a szekrényből is kiszedik. Úgyhogy 2 darab ilyen levesgyöngy. Aztán 2 darab cappuccino, klasszikus, vaníliás, illetve van ez a csokoládés. Az az igazság, hogy hát szerintem, hogy 5 hónapja nem ittam cappuccinót, így a baba miatt. De most, hogy 3 hónapot betöltött, szerintem most már egy pohárral megpróbálkozok, ha nem is minden nap, csak néha, hogy életben maradjak. Babérlevél. Van itt 2 darab tarhonya, ezt a fajta tarhonyát nagyon szeretem, illetve azt az aranykosár, bármilyen termékét nagyon-nagyon szeretem. Kisfiam nagy kedvence a tarhonya. Adítok így egyet. Aztán képzeljétek el, hogy ez a penis csokit, én mi ezt tortabevonónak használjuk, mert olcsó és nagyon finom. Sportszelethez szoktam, vagy esetleg ilyen
réteges lapsütikhez betenni, és nagyon szépen megmered. Nagyon jó íze van. Úgyhogy én ezt a táblacsokit mi nem esszük, hanem sütibe használom fel. Na nézzük, vannak itt még fűszerek, van itt gyírosz fűszer, keverék 1, illetve 2, és itt van még egy tejfölös sült krumpli fűszer, só, ebből is kettőt vettem, de már az egyiket, azt ki is kellett szednem, illetve van itt bolonyai, abból is van 2 darab, és ezt képzeljétek el, hogy ezt megláttam, ez ilyen meggyes gyümölcsleves, nem tudom, hogy milyen lehet, ki fogom próbálni. És nem vettem ilyen leveseket, amiket még nem próbáltuk, de mivel a gyerekek elég levesesek, ezért így néha jó lenne, hogyha lenne valami. Ezek ilyen instant gyors levesek, és az egyik ez ilyen fokhagymás, gombás. És kíváncsi leszek, hogy ez milyen. Pont apukám mondta, hogy kóstoltattam-e már a gyerekekkel a gombát, és gondoltam, mondtam is neki, hogy hát nem, mert nem szeretik. Azt mondja, hát kóstolták már? Mondom, nem. Aztán igaza van, hát még nem kóstoltattam meg velük. Aztán van egy ilyen sima kis húsleveses. Van még itt egy ilyen, hát ez is ilyen húsleves, igen, abból 2-t vettem. Illetve van még fahéj, gyümölcslevesbe vagy sütibe, és szegfűszeg, ami nagyon kell. Abból is van 2. Mi van még itt? Fűszer, ez pedig chili paprika a férjemnek. Gyíroszba vagy bármi, de ami olyasmibe kell neki. Aztán nagyon szeretem ezt a San Fabio paradicsom szószt. Levesbe, tésztához a gyerekeknek. Nagyon szeretik a paradicsomos tésztát, és ezt szoktam nekik használni, és nagyon finom tőle. Ha nem próbáltátok, akkor mindenképpen próbáljátok, és árértékben is nagyon jó. Aztán mi van még itt? Más itt ebben a dobozban nincs, úgyhogy itt elpakolok gyorsan. Na akkor itt folytatnám, van még itt egy meleg szendvicskrém. Ezt már régebben vettük, de most megláttam, és gondoltam, hogy jó lesz, szóval a kis bucihoz. A kukoricát azt nagyon szeretjük ott, ebből hoztam 3-at, bár mondjuk olyan, mintha megváltozott volna most ennek a csomagolása, remélem, hogy ugyanolyan édes. Aztán, amit még hoztam, itt egy pici gomba, sütőpor, 2 darab sütőpor, illetve 2 darab vaníliás cukor. Bodros nagy kockát hoztam, ugye a túrós csúszához, és ezt az aranykosáros tésztát, ezt nagyon szeretem. Illetve a másik kedvencem még az orsó, úgyhogy ebből hoztam 2-t. Aztán van még itt ilyen chia mag férjemnek. Én ilyeneket nem szeretek. Kókuszreszelék, múltkor kerestem, és nem volt itthon egy dekase. Darált keksz, ebből többet akartam hozni, de elbeszéltük az időt. Aztán van egy finom liszt, 3 kiló, illetve ez a ketchup, ez a cifra, ezt szeretjük. Ennek olyan finom, édes íze van, és nem is drága. Itt közelebb hoztam, és jönnek az ilyen édességek, darálós keksz, kakaós és vaníliás, ez finom. Megláttam a Pennybe, vagyis ugye a Lidl-be, sokkal, de sokkal olcsóbb, mint a Pennybe, pedig örültem, hogy ilyen 300 forint volt, 320 valamennyi, még olcsóbb a Lidl-be. Úgyhogy egy kicsit bántam, mert a kettőnek az árából kijött volna a harmadik is. Aztán én nagyon szeretem ezt a babapiskótát, ebből majd lesz valami, amit csinálok, sütit. Aztán a Lidl-ből van ez már, ez a rizses csokoládé, ez olyan, mint a Penné, viszont úgy látom, hogy ez sokkal kisebb, és árba pedig talán ez 900 forint, és 999 a Penné, nem a Spárban, bocsánat, a Spárban, úgyhogy
Viszont 10-ben szerintem mind a kettő ugyanaz, vagy talán az egy kicsit másabb, étcsok is a spáros. Ez pedig szerintem ilyen tejcsokoládés. Ez a puffasztos rizses csoki. Nagyon jó. Mert ezt itt most megláttam itt a Lidl-be ezt a Twix utánzatot, ugye ebbe 5x2 van. Ez egy 1000-es volt, durván ez is úgy jön ki 200 forintra, mint a Tesco-s kis csoki. Aztán hát a kedvencem, a még só, mutassam így. Ez a legfinomabb néger csók, szerintem a spáros az nagyon felejtős, az biztos, hogy soha többé nem veszek, 2 vagy 3-szor is adtunk neki esélyt. Kifehéredik, összeszottyad, megváltozik az íze, nagyon rossz. Ez a Lidl-ös nagyon finom, ezt beteszed a hűtőbe, hogy nyilván egyszerre nem eszed meg az egészet. Nagyon jó, ezt szeretjük. És akkor folytatnám. Ez a Lidl-ből van, ez a barbecue szósz, ezt nagyon szeretjük húsokhoz. Jázmin rizs, ezt a fajta jázmin rizst még nem vettünk a penébe, amit nagyon szeretünk, a sajnos azt vagy kivonták a forgalomból, vagy nem tudom, mi történt vele, úgyhogy ebből nem is vettünk sokat, mert nem tudom, hogy milyen lesz. Olajat vettünk, penis saját márkásat, 2-t. Aztán megybefőtt, ilyen magozott megybefőtt, ez elég nagy ilyen XXL-es kiszerelés, ez a Penny-ben volt, gyümölcsleveshez gondoltam. Aztán van még itt szilvan befőtt, ezt csak úgy magába is nagyon szeretjük. Itt ez a Bella Vita kex. Ilyen omlós édes keksz. Ezt régen nagyon sokat vettem, még otthon laktunk anyuékkal. Ezt csak úgy teához, vagy kakaóhoz, vagy bármihez így ettük, és most úgy megörültem, hogy láttam, mert ilyet már nagyon rég láttam a Pennybe. Elég jó sok van benne, 1000 g. Most kíváncsi leszek, hogy a gyerekek fogják-e szeretni, de szerintem biztos, mert mindenféle kekszet szeretnek. Ami van még itt, egy ilyen pita, amit a Lidl-vel vettünk. Most nagyon össze van keverve, hogy mit vettünk a Lidl-vel, illetve mit vettünk a Penny-ben, mert most nem nagyon tudtam úgy szétpakolni. Aminek nagyon megörültem, viszont a Lidl-ben is és a Penny-ben is lehet kapni ezt a tejszaporítót, és itt sokkal olcsóbb, mint a DM-ben vagy a Rossmannban, mert a Rossmannban meg a DM-ben 299, itt pedig 219. Úgyhogy innentől biztos, hogy nem fogom venni a DM-ben vagy a Rossmannban, illetve a férjem vett magának ilyen, hát nem tudom milyen sör ez, ebből 2-t is vett, az egyiket már meg is itt, azt mondta finom. Úgyhogy ennyi volt így az élelmiszer, illetve még egy pár ilyen apróságot vettünk a Lidl-be, amit mutatok nem sokára. Amit még a Lidl-ben vettünk, ez a cian, nem tudom, hogy kell kiejteni ennek a Lidl saját márkás termékeiből ilyen körmös dolgokat, egy párat, mert szeretném megtanulni a poligélt vagy az akrilgélt, és szeretném magamnak csinálni itthon a dolgokat, mert már nagyon drága a körmözés, illetve hát az, aki csinálta, az, hát most visszatért, úgyhogy lehetséges, hogy akkor is vele csináltatnám a körmömet, csak akkor is szeretném megtanulni, hogyha elköltözünk, akkor megtanuljam, ne az legyen, hogy megint nem tudok, kivel körmöt csináltatni. És ez pont a poligélhez tartozó ilyen szett, ez a körömfogó, illetve egy kicsit, hogy fényt kapjatok, és lássátok, ez a körömfogó is, hát nem tudom, hogy még az mi, egy bőrvágó, vagyis, hogy bőrfeltoló, egy csiszoló, illetve ami maga fogja ezt a tippet. Úgyhogy ez, illetve a következő az egy ilyen bőrvágó olló, bőrvágó fogó, nem is olló, hanem fogó.
Sajnos az ollót azt nem találtam meg, pedig tudom, hogy volt olló. Aztán itt van még egy ilyen Stampix-et, amivel remélhetőleg jó kis díszítést tudok csinálni. Nem tudom, milyen lehet ez, valaki esetleg vette már ebből ilyet, használta-e. Szerintem a sájnon ugyanilyenek vannak, illetve hát maga az ecset készlet, amiben úgy nem látni bele. Kíváncsi leszek, hogy ez milyen. Kibontom, hogy ezt lássuk. Kibontottam, és így néz ki. Hát nem gondolom, hogy a legjobb minőség. Szerintem, de azért kíváncsi leszek, hogy mégis milyen használatban. 15 darab van benne. Egyébként a Shine-on is ilyen 1000 forint környékje körül vannak, és ugyanilyen szettek, csak nem biztos, hogy ilyen kis díszdobozban van. Kíváncsi leszek ezekre a körmös termékekre, hogy milyenek, majd kiderül használatba, aztán majd elmondom a véleményemet. Amit még vettünk, az a kisfiamnak ilyen cápás kis fölső, illetve kis rövid nadrág, 110-es, 116-os méretben, 2 darab. Az egyik az ilyen, hát ez már ilyen kicsit ilyen vagányabb cápa. Nagyon szereti a cápás dolgokat, úgyhogy nagyon megörültem neki, amikor megláttam. Illetve ilyen kis vékony rövid nadrág. Na hát erre is gondoltam, hogy pizsoma, viszont nem pizsomának írja. Akkóba szaladtam be, nem ezért, de amikor megláttam ezt a kis cápás fürdő nadrágot, akkor ennek nagyon örültem, mert hamarosan készülünk egy kicsikét wellness-ezni, és ennek biztos, hogy nagyon örül, meg hát örült is. Illetve még ilyen csokit találtam. Ez 5 darabos van, és ez ilyen sós karamelles csoki. Úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogy milyen. Na, szóval itt ennyi volt ez a Lidl-ös és a Penny-s bevásárlás, hogy végignéztétek. Esetleg, hogyha valaki pont most írja össze a bevásárló listát, akkor remélem, hogy tudtam neki hasznos ötleteket adni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Itt azért elköszönök, hogy hát, ha itt lesz a videó vége. Legyen szép napotok, sziasztok!